napot kívánok, tisztelt vállalkozók! A mai nap folyamán két ismert és elismert pályázati programot szeretnék önöknek bemutatni, amit a kisközepes vállalkozások energetikai ügyi és az üzleti környezetét felelős minisztérium ír ki már folyamatosan az elmúlt években. Mind a kettő program nagyon népszerű a vállalkozók körében, sőt a Hargita megyei vállalkozók körében is népszerű, nagyon sok megnyert pályázatot tudunk beszámolni, és mindenféleképpen ez a két olyan program, amiről érdemes az idei évben is beszélni, mert tudnélik egymást ki fogják egészíteni. Az egyik program a szolgáltatásokat és a kereskedelmet támogassa, a másik pedig a termelési vállalkozásokat, tehát egymás megosztva, de mégis kiegészítve fogják ezeket a pályázati programokat remélhetőleg hamarosan kiírni. Mindkettő vállalkozásnak, vagy mindkettő programnak olyan vállalkozások kellenek legyenek, amik már meglévő. Tehát a termelés támogató program az minimum egy éves vállalkozása kell legyen adott vállalkozónak, a szolgáltatásokat és a kereskedelmet támogató program pedig minimum 2 éve kell működjön. Tehát ez egy kicsit most más fog lenni, mint amit az előző műsoromban, beszédemben elmondtam, hogy csak új programok, új pályázatok lehetnek, nem. Itt meglévő vállalkozásokról tudunk beszélgetni. A programnak, a pályázatoknak az alapvető és sajátos kritériumai a legfontosabb ezek közül, hogy a 346-os per 2004-es törvénynek kell megfelelni, ami azt jelenti, hogy mikro, kicsi és közepes vállalkozások tudnak ezekre a programokra pályázni. Ami viszont fontos és mindenféleképpen ezen kívül még elengedhetetlen, hogy nem lehet tartozása se a pénzügy, se a helyi hivatal, polgármesteri hivatal felé. Itt kell működjön Romániában, nem lehet felszámolás alatt és nem lehet semmilyen fajta problémája az adott vállalkozásnak, hogy ne tudjon rá pályázni. Én neki is fognék az első, egyik legfontosabb termelési támogatásnak, programnak, az a mikroindustrializáre, az a kis iparosodási programként van a köznyelvbe elterjeszkedve, ami azt jelenti, hogy ugyancsak, ahogy mondottam, már kicsi, közepes és mikrovállalkozást tudnak rá pályázni. Nagyon fontos, hogy gép eszköz beszerzésre lehet letenni a kérés igényét, számítógép online, tehát számítógép és IT eszközök vásárlására lehet még támogatást kérni. Online azt jelenti, hogy weboldal készítésre lehet még kérni támogatási összeget, és ami viszont fontos és ilyen szinten elengedhetetlen, a licenszek és a szoftverek támogatása is bele tud inkodálódni a pályázati kiírásban. Az N1, N2 és N3-as haszongépek vásárlása is megengedett ennek a programnak, és egy bizonyos összege a pályázati konzultancia tanácsadás elszámolására is ezek a pályázatok, vagy ez a program megengedi az elszámolását. A támogatásnak az összértéke vállalkozónként 450 ezer lejnél nem lehet több, és a támogatás mértéke pedig 90%-os, tehát itt már látszik a programon, hogy már egy minimum 10%-os önrészsel adott vállalkozó kell számoljon, viszont az érték az elég nagy, tehát több gépet is, több termelési vagy több eszközt is tud vásárolni ebből a 470 ezer lejes támogatásból, úgyhogy mindenféleképpen én azt tudom javasolni és bíztatom minden egyes olyan vállalkozót, aki szeretne erre a programra pályázni, hogy tegye meg, mert nagyon jó program, nagyon nagy igényű program, tehát nagyon sok vállalkozó teszi az igényét le az online térbe, hogy szeretné erre pályázni, valamint ennek a programnak a felkészülése is egy kicsit hosszadalmasabb időt vesz igénybe, ugye mert egy pontozási kritérium alapján kell majd eldönteni, hogy hány pontja van a vállalkozásnak, és mindenféleképpen igyekezni kéne, hogy minél nagyobb, minél közelebb legyen a 100 ponthoz egy adott vállalkozó pontszáma ahhoz, hogy sikeres tudjon lenni egy pályázati megnyert programhoz.
ami viszont fontos, és a végére hagytam, de nem utolsó sorban ennél a programnál, hogy alkalmazotti létszám. Tehát mindenféleképpen mind a kettő programról azt kell tudni, hogy kötelezően kell alkalmazni személyeket, szakembereket ahhoz, hogy a támogatást meg tudjuk kapni. A második program a szolgáltatások és a kereskedelmet támogató program, ami 2005 óta van a minisztérium által kiírva erre a programra, és nagyon nagy igényű program, tehát nagyon sokan jelentkeznek, 3-4-szeres túljelentkezés van országos szinten, viszont a Hallgatom Egyetembe is nagyon sokan tették az elmúlt években, nyújtották az igényüket, és sikeresen megkötték a szerződést, véghezítették a vállalkozás fejlesztését, és egy tényleges sikeres programot tudunk erről beszélgetni. Az, hogy mire lehet pályázni, mindenféleképpen gépeszközvásárlásra, itt megengedik ugye a vonalkódot, vonalkódolvasót, számítógép vásárlást, akár itt is a haszongépjármű, az N1, N2, N3-as beiratású autóról beszélgetek, illetve ugyancsak a pályázati tanácsadás elszámolható összege bizonyos részben, tehát légkondicionál vásárlások és olyan eszközök vásárlása, ami az adott tevékenységet elősegíti vagy fejleszti. Nagyon sok kódkáján, tehát nagyon sok tevékenység fér ebbe bele, főleg a szolgáltatás részéről van egy nagy igény, úgy a fodrászatok, az autószerelő műhelyek is, még sorolhatnám tovább a sort, hogy nagyon sok vállalkozás tette az igényét le, és tényleg párt erre a programra, mert tudni kell, hogy ennek a programnak a támogatási értéke az 250 ezer lej, és a támogatásnak a mértéke ugyancsak az előzőhöz képest 90%-os tud lenni maximálisan, ami itt is mutassa, hogy minimum egy 10%-os önrészsel kell a vállalkozó számoljon. Mindkét programnak azt megemlíteném, hogy az információink szerint az idejében ki lesznek írva, úgyhogy akinek ötlete van, vagy a vállalkozását szeretné fejleszteni, egy új gépet, új eszközt szeretne vásárolni, akkor az adott programoknak megfelelő tevékenységi kódkáján alapján lehet beazonosítani, és mindenféleképpen én azt tudom mondani, hogy vegyék igénybe, fussanak neki ennek a programnak, viszont jó tudni azt is, hogy azért meg kell keresni egy hozzáértő szakembert, pályázatot, szaktanácsadót, akár céget, aki ezzel már foglalkozott, van már ennek az illető vállalkozásnak, a személynek rutinja az ilyen típusú pályázatoknál, és ami viszont fontos, hogy nagyon jó program, élni kell a lehetőséggel, és a vállalkozás fejlesztés szempontjából mind a kettő programról elmondhassuk azt, hogy Hallgatom Egyetembe is népszerű. Én ennyit szerettem volna első körben a két programmal beszélgetni, hogyha bármi kérdés van, ugyancsak ahogy az előző kis filmben is mondtam, a fejlesztési ügynökség munkatársai keresztül nyugodtan lehet jelezni a kérdéseket. Vigyázz magunkra, maradjunk otthon, és egy szép napot kívánok! Saját vállalkozás indításán gondolkodsz, van egy ötleted, álmod, amit szeretnél megvalósítani, szeretnél a magad ura lenni. Fontos, hogy mielőtt belevágsz, átgondold a céljaidat és mérlegeld a lehetőségeidet. Következzen 10 tanács, ami szerintünk segít ezek átgondolásában. Azt csináld, amit szeretsz. Amikor eldöntöd, hogy vállalkozást indítasz, tudnod kell, hogy nagyon sok energiádba fog ez kerülni, ezért fontos, hogy szeresd, amit csinálsz. Ez motivációt fog adni a nehezebb időszakokban is. Tartalékolj! Már indulás előtt kezdj el a vállalkozásod számára tartalékolni. Gondolnod kell arra, hogy egy új vállalkozás a kezdetekben még nem hoz elegendő jövedelmet. Ezért fontos, hogy amíg esetleg még alkalmazott vagy, vagy van egy stabil jövedelmet, kezdj el tartalékolni a jövőbeni vállalkozásod számára. Ne indulj el egyedül az úton. Úgy induláskor, mint a későbbiekben szükséged lesz támogatókra. Akár barátaid, akár családod köréből keresd meg azokat az embereket, akik segíteni tudnak neked, tanácsaikkal támogatnak. Későbbiekben szükséged lehet akár egy mentorra is, akinek a tapasztalataiból, sikereiből, megvalósításaiból inspirálódhatsz. Próbálj partnereket, együttműködőket szerezni.
Ne várj addig, amíg a vállalkozásod működőképes lesz, hanem már előtte keressél partnereket vállalkozásod számára. Végezz piackutatást, keress olyan embereket, akiket érdekelhet a terméket, kérdezd meg őket, igényt tartanának-e a termékeidre, szolgáltatásokra. Gondold át, kik lehetnek a célcsoportodban, hogyan fogod elérni ezeket az embereket. Készíts üzleti tervet. Gondolkodj és írj egy üzleti tervet, amiben végigvezeted, hogy mit, hol és hogyan fogsz előállítani, kiknek fogod eladni a termékeidet, szolgáltatásaidat, hogyan éred el őket, ehhez milyen eszközökre, tőkére van szükséged, illetve milyen bevételekre számíthatsz. Fordulj szakemberhez. Ha kérdéseid vannak, írd le őket, és keress a témában járatos embert, aki hiteles segítséget tud neked nyújtani. Mielőtt elindulnál, bizonyosodj meg róla, hogy van egy kis pénzed az induláshoz. Ahogy már szó volt róla, jó, ha a vállalkozás indulása előtt félreteszel egy kis pénzt. Készíts pénzügyi tervet, írd le, hogy mennyi pénzre lesz szükséged az induláshoz, a fix költségeidre, a fizetésekre és a továbbiakban a fejlesztésekhez. Mutass szakmaiságot már a kezdetektől. Te vagy a vezetője, a reklámarca a vállalkozásodnak, egy szóval a vállalkozásod téged tükröz. Ezért fontos, hogy már a kezdetektől megbízhatóan és kellő szakmaisággal végezd a tevékenységedet. Légy napirenden adóügyi és jogi ügyekben. Ez fontos úgy az indulásnál, mint a későbbiekben. Légy tisztában az adófizetési kötelezettségeiddel, a határidőkkel. Ha úgy érzed, nem megfelelő a tudásod, nincs elég ismereted adó és jogi ügyekben, fordulj szakemberekhez, tanácsadókhoz, könyvelőkhöz, jogászokhoz, akik segíteni tudnak neked. Egy vállalkozás indítása, működtetése nem egyszerű feladat. Éppen ezért, ha ilyesmiben gondolkodunk, jó, ha felkészülünk rá. Irodánk rendelkezésre áll kezdő vállalkozóknak tanácsadással és cégbejegyzéssel kapcsolatos ügyintézéssel. Horváth István vagyok, a Buzaka Lász kézműves pékség új tulajdonosa. A pékséget azt most idén február végén vettük át. A helyzetünket tekintve úgy benne vagyunk ebbe a pandémiába, ebbe a vírusos megbetegedéses helyzetben. Úgymond a céget, ahogy próbáltuk megindítani utána, egy pici nehézségekbe ütköztünk, úgy körülbelül ez elég nehezen érintett. Külső segítségekkel próbáltuk ezt megoldani, hát szerettük volna már természetesen újraindítani az egész termelést. Pékségünkben most jelenleg a párommal ketten készítjük a termékeket. A helyzetre való tekintettel nem bővítettük csapatunkot. Van kilátásba és van terve csapatbővítés, úgy a pékség részére, mint a sütemény részlegre, a kihordásra. Most jelenleg ezeket a dolgokat azt közösen végezzük. Vannak külső segítségeink, besegítenek természetesen ezekbe is. Pont olyankor indultunk, amikor egy nehéz helyzetben, nehéz időpontban. A kilátásaink elég szépek a fejlődéssel kapcsolatosan. Tudunk és próbálunk fejlődni. Nem csak a Hargita megyei piacokat szeretnénk úgymond visszahódítani, mivel hogy erre ki sem tértem nagyon, hogy egy 8 éve működő cégről beszélünk. Nem csak a Hargita megyei vásárlókat vagy a piacot szeretnénk visszahódítani, hanem a megye határon kívül is szeretnénk tovább fejlődni, úgy, mint Kovászna és Brassó egyelőre. Ahogy beszéltünk, vagy folytattuk a tárgyalásokat az ottani vásárlókkal, termelőkkel, üzletesekkel, szeretnénk tartani a magas minőséget természetesen a termékeinknek, valahol a piaci ár alatt vagyunk jelenleg, ezért is úgy gondoljuk, hogy meg tudnánk hódítani az ottani piacot is.